A szientológia olyan vallás, amely eszközöket és módszereket ad a kezünkbe ahhoz, hogy megtaláljuk a saját válaszainkat az élet kérdéseire, az igazságot saját életünkről, valamint önmagunkat. De ki ön? Egy test? Hadd kérdezzem meg, ha kiveszik a vakbelét, megváltozik a személyisége? Kevésbé saját maga? Nyilván nem. A test részeiről így beszél. Ez a karom, ez a lábam, ezek a kezeim. Ösztönösen tudja, hogy a teste valami, ami az öné. Nem valami, ami ön. A teste valami, amit használ. Szóval, ha ön nem a teste, akkor mi? Az elméje? Először is, mi az elme? Az elmét arra használja, hogy rájöjjön dolgokra. Sokkal pontosabb, mint bármely számítógép. Van egy képekből álló emléktára. Az összes emlék mindenről, ami valaha is megtörtént önnel. Amikor gondol valamire, kap róla egy képet. De ha akkor is látja ezeket a képeket, amikor a szeme csukva van, akkor mi az, ami a képeket nézi? Ön az. Ön egy lény. Értelem. Tudatosság. Az a része önnek, amely tudatában van annak, hogy tudatos. A szientológiában a tetán szót használjuk. A tetán kifejezés a görög téta betűből ered, amely már régóta a gondolat vagy szellem szimbóluma. Azért használjuk a tetán szót, hogy elkerüljük az űrzavarokat a lélekkel vagy szellemmel kapcsolatos egyéb fogalmakkal és meggyőződésekkel. Ez nem valami, amit birtokolunk. Nem mondjuk, hogy a tetánom. Egyszerűen azt mondjuk én. Van egy teste, van egy elméje, és ön egy tetán. A szientológia olyan eszközöket nyújt, amelyekkel javíthat a képességein, és kihozhatja magából a legtöbbet. Mert a szientológia tárgya önmaga.